Újabb fegyverszállítmányokat sürgetett Ukrajnának az EP elnöke. Roberta Metsola szerint vadászgépeket is kellene küldeni. Kutyák és drónok segítségével fogták el a migránsokat Somogyban. Az embercsempész előzőleg nem állt meg a rendőri jelzésre. Az oktatási intézményeket és a médiát is érinteni fogja a gyermekvédelmi törvény szigorítása. Erről beszélt Kövér László házelnök. Az állomásfőnök utasíthatta a mozdonyvezetőt, hogy hajtson át a piroson. Hangfelvételt hoztak nyilvánosságra a görög balesetről. Ez a Híradó 7:30, az M1-en Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! Újabb nyugati fegyverszállítmányokat sürgetett Ukrajnában az Európai Parlament elnöke. Roberta Metsola felszólította az uniós tagállamokat, hogy küldjenek még több fegyvert Ukrajna támogatására, és komolyan vegyék fontolóra vadászgépek szállítását is. Közben váratlanul a kelet-ukrajnai frontra utazott az orosz védelmi miniszter. Szergej Sojgu egy parancsnoki állást keresett fel Donyecktől délre. Ez alatt továbbra is ádászharc folyik Bakhmutért. Tarackokkal lövik az ukrán katonák a támadó orosz egységeket Bakhmut közelében. A Donyeck megyei várost három irányból is ostromolják az orosz erők. Ezeket a felvételeket a France Press francia hírügynökség stábja készítette pénteken. Egy ellenséges lövedék a lövészárok közvetlen közelében csapódott be, épp amikor arról beszélt egy ukrán katona, hogy az orosz erők folyamatos tűz alatt tartják a városba vezető utakat. Most nehezebb védekeznünk, mint nyáron, de még mindig van egy nagy előnyünk. Mi itthon vagyunk, ismerjük a terepet, ahol az ellenség csak lassan tud előretörni, magyarázta az ukrán tüzér. Az ukrán fegyveres erők egyik szóvivője szombaton cáfolta, hogy az ukrán egységek tömegesen vonulnának vissza Bakhmutból. Úgy fogalmazott, egyes külterületeken heves utcai harcok dúlnak, de a város még ukrán kézen van. A békeidőben több mint 70 ezer lakosú településen mostanra nagyjából 4 ezer ember maradt. Ez a nyugdíjas házaspár a szétlőtt házak romjai között keres tűzifának valót. Élelemből kevés van, havonta egyszer kapunk humanitárius segélyt, áram, gáz és vezetékes víz egyáltalán nincs, panaszolta az idős asszony. Szombaton Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a kelet-ukrajnai frontvonalon tartott szemlét, közölte a moszkvai védelmi tárca, amely videófelvételt is közzétett a látogatásról. A miniszter helikopterrel érkezett a meg nem nevezett helyszínre, ahol kitüntetéseket adott át az orosz katonáknak. Szombati hadi jelentésében az orosz védelmi minisztérium szóvivője kiemelte, hogy az ukrán erők jelentős veszteségeket szenvedtek el a Donyecki régióban, ahol állítása szerint az orosz erők számos nyugati gyártmányú tüzérségi eszközt semmisítettek meg. Ezt ukrán részről nem erősítették meg. Ugyanakkor a washingtoni Fehérház sajtófőnöke péntek este bejelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan újabb fegyverszállítmányt indít útnak Ukrajnába. Az újabb csomag egyebek mellett nagy mennyiségű lőszert tartalmaz az ukránok által hatékonyan bevetett amerikai HIMARS rakétatüzérségi rendszerekhez, tarackokhoz és Bradley típusú páncélozott harcjárművekhez. Az Egyesült Államok továbbra is arra biztatja a világországait, hogy támogassák Ukrajnát, mondta a sajtófőnök. Az Ukrajnának nyújtandó védelmi támogatás fontosságát hangsúlyozta az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola is, aki a nyugat-ukrajnai Lvivben találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Az európai politikus felszólította az uniós országokat, hogy küldjenek még több fegyvert Ukrajna támogatására, és komolyan vegyék fontolóra vadászgépek szállítását is. Ukrajnának fegyverekre van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát. Már 2,1 milliárd eurót különítettünk el Ukrajnának az európai békekeretben, de világos, hogy többre van szükség, ha biztonságos Európát akarunk, biztonságos környezetben, ahol a szomszédaink is biztonságban vannak. Ezért kell megfontolnunk, hogy további fegyverekkel, tüzérségi és légvédelmi eszközökkel segítsük Ukrajnát, jelentette ki Roberta Metsola. Az európai politikus úgy vélte, az ukránok jelentős előrehaladást értek el az Európai Bizottság ajánlásainak teljesítésében, ezért mielőbb, akár már ebben az évben el lehet kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Kijevvel.
Várhatóan kedden kezdi tárgyalni az országgyűlés a kormánypártok békepárti határozati javaslatát. A dokumentumban a képviselők hangsúlyozzák, hogy a fegyverszállítások és szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. A Fidesz szóvivője ma arról beszélt, a dollár baloldal a háború oldalán áll, a mai napig fegyvereket, illetve élőerőt küldenének a konfliktusba, és minden ezzel kapcsolatos brüsszeli állásfoglalást megszavaznak az Európai Parlamentben. Könnyen beláthatjuk, hogy ennek az elkerülése mindannyiunk közös érdeke. El kell kerülni, hogy Európa belesodródjon a háborúba, mondta a Fidesz frakció vezetője a héten az országgyűlésben. Kocsis Máté hangsúlyozta, a kormánypártok ezért nyújtották be a békepárti határozati javaslatukat. A Fidesz és a KDNP képviselői a nemzetközi közösségtől azt várják, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. Elítélik Oroszország katonai agresszióját, és elismerik Ukrajna jogát az önvédelemhez. A kormánypártok hangsúlyozzák, a brüsszeli gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, az orosz gazdaságot nem kényszerítették térdre. A szankciók miatt magas energiaárak megfizetésével pedig Oroszország háborúját finanszírozza Európa. A 2022. évi áprilisi választások és a szankciókról szóló konzultáció eredményei egyértelműek, írják az előterjesztők, akik ez alapján megerősítik, fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség. A demokratikus koalíciónak lesz saját 7 pontos javaslata. A DK-nak saját javaslatai lesznek, közölte Kálmán Olga, majd egy nappal később a Gyurcsány párt be is mutatta azokat. A balliberális párt beadványában azonban a békének nem jutott hely. Helyette a kormányt teszik felelőssé az inflációért, és szorgalmazzák a csatlakozást az európai ügyészséghez. A DK meg akar felelni az Egyesült Államok véleményét visszhangzó brüsszeli elitnek, és a béke fel sem merül a javaslatukban. Így értékelte a Gyurcsány párt 7 pontját Nagy Ervin a Magyar Nemzetnek. Az elemző szerint a DK anyagi és politikai támogatásért a nemzetközi baloldal, illetve a globális üzleti körök érdekeit képviseli Magyarországon. A dollár baloldal nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, hogy nem támogatják a békepárti nyilatkozatot. Gyurcsány Ferenc pártja jelezte, hogy nem támogatják a békepárti határozatot, közölte Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője hangsúlyozta, ezen nincs mit meglepődni, hiszen a kezdetektől a háború és Brüsszel pártján álltak. A dollár baloldal a háború kitörése óta a háború pártján áll. A mai napig fegyvereket és élőerőt küldenének a frontra. Ezt támasztják alá nyilatkozataik, és az is, hogy minden ezzel kapcsolatos brüsszeli állásfoglalást megszavaznak az Európai Parlamentben. Teszi ezt úgy a dollár baloldal, hogy a 2022-es országgyűlési választáson az emberek világosan döntöttek. Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. A magyarok elsöprő többsége a háború azonnali kompromisszumos lezárását támogatja, derül ki a századvég legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint 91% látja úgy, hogy a háborúnak azonnal véget kell vetni, és a tárgyalásokat meg kell kezdeni. Csak 7% válaszolta azt, hogy Ukrajna győzelméig kell folytatni a háborút. A magyarok békepártiak. A magyarok többsége szerint a háborúnak csak vesztesei vannak, ezért a tűzszünetet és a békét támogatják. Erről a századvég elemzője beszélt az M1-en. Palóc André azt mondta, Európában is erősödik a félelem, hogy a fegyverszállítások oda vezethetnek, hogy más országok is belesodródnak a háborúba. A háború kiszélesedhet, ez egy komoly veszély, emiatt aggódnak az emberek, 76%-a a magyaroknak emiatt aggódik, aggasztónak tartja a helyzetet. Szóval ebből a szempontból az is látszik, hogy van gazdasági kockázat, de emellett megjelent a biztonsági kockázat is, egyre többen vélik úgy, hogy nem biztos, hogy a háborúban csak ez a két fél marad érintett. Palóc André kiemelte, a brüsszeli szankciós politika vezetett az energiaárak elszabadulásához Európában, ami magával hozta a háborús és szankciós inflációt is, miközben az orosz gazdaság tudja finanszírozni a háborút. Kedden és szerdán utazik a magyar parlamenti delegáció Svédországba és Finnországba, hogy tisztázzák a vitás kérdéseket, mielőtt szavazna az országgyűlés a NATO csatlakozásukról. Kövér László házelnök a Hír TV-nek azt mondta, az utazásra azért van szükség, mert a kormánypárti frakciók nem tartják automatikusnak a kérdés eldöntését.
Kövér László hozzátette, olyan politikusok kérik a támogatásunkat, akik úgy viselkedtek az elmúlt években Magyarországgal szemben, ahogy az ellenségünktől is durva lett volna. Mi elvi alapon támogatjuk Svédország és Finnország NATO csatlakozását, de azért előtte néhány komoly beszélgetésre szükség van. Magyarország támogatja Svédország és Finnország NATO csatlakozási kérelmét, azonban a kormánypárti frakciók egy része, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott, nem túl lelkes. Például azért, mert ezen államok nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek Magyarországról, ezért nem a kormányok, hanem a parlamentek között szükség lenne egy tisztázó beszélgetésre. Ne rúdossanak már bennünket, hogyha közben ide jönnek azt kérni, hogy vegyük fel őket. Akkor ha azt várják, hogy mi legyünk tisztességesek velük szemben, akkor ők is méltóztassanak, és legyenek tisztességesek Magyarországgal szemben. A magyar parlament azért csak most tűzte napirendre a két északi ország NATO csatlakozását, mert Magyarország szuverén állam. A parlamentje a saját belátása szerint állapítja meg a napirendjét, nyilatkozta most Kövér László a Hír TV-nek. Olyan országok akarnak a mi szövetségesünk lenni, akik egyébként úgy viselkedtek az elmúlt években Magyarországgal szemben, hogy az ellenségeinktől is durva lett volna. Az országgyűlés elnökének értékelése szerint a delegációk keddi és szerdai látogatására azért van szükség, mert a kormánypárti frakciók tagjaiban aggodalom és kétely merült fel, nem tartják automatikusnak a kérdés eldöntését. Kövér László kijelentette, világossá kell tenni, hogy kikérjük magunknak ezt az eljárást. Nincs joguk beleszólni a magyar belpolitikába, nincs joguk minősíteni sem egyébként a magyar politikát, az emberek döntését és véleményét. Mi sem tesszük ezt meg, nem csak velük szemben, hanem senki mással szemben nem tesszük meg. És hogyha úgy gondolják, hogy egy szövetségési rendszerhez akarnak csatlakozni, akkor egy ilyen szövetségési rendszer normális működésének a bizalom a legelemi belőfeltétele, amit ők még a csatlakozás előtt alaposan aláástak, és ezt tisztába kell ezt a kérdést tenni, hogy ezentúl akkor hogy lesz. Kövér László szólt arról is, hogy a NATO és az Unió államai most már 60 milliárd dollárt meghaladó értékben küldtek halált okozó katonai eszközöket Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy a katonai szervezet és az Unió egyes tagállamai részeseivé váltak a háborúnak. És könnyű a tengeren túlról meg Londonból, vagy legalábbis egy darabig, amíg ez adott esetben nem válik egy nukleáris összecsapásá, addig könnyű abban bízni, hogy majd ukrán, meg kelet-európai fiatal fiúkat visznek haza hullazsákban, mert ugye Soros úr szerint a mi tűrőképességünk nagyobb, mint a elpuhult nyugatiak tűrőképessége, de azért kikérjük magunknak ezt a hozzáállást. Mielőbb tárgyalóasztalhoz kell ülni, befejezve az öldöklést, és olyan kompromisszumra kell jutni, amely Ukrajna területi integritását és Oroszország biztonsági elvárásait egyaránt figyelembe veszi, szögezte le a házelnök. Legyünk már egyszer végre egy pillanatra normálisak, és próbáljuk meg felmérni, hogy mit kockáztatunk percről persze. Ennek a háborúnak minden további perce, órája, napja, hónapja, az növeli annak a veszélyét, hogy előbb-utóbb Európa bele fog sodródni ebbe, nem úgy, ahogy most benne van, hanem katonailag is. A veszély felmérhetetlen, kísérteties hasonlóságot lehet felfedezni az első és a második világháború előtti időszakkal, mondta Kövér László. Az országgyűlés elnöke hozzátette, a béke a két harcoló félen és Amerikán múlik alapvetően. A legtöbb fontos kérdésben megegyezik az amerikai jobboldal és a magyar kormány álláspontja. Erről beszélt a századvég jogi szakértője az M1-en azzal kapcsolatban, hogy ezekben a napokban tartják Amerika legnagyobb konzervatív rendezvényét Washingtonban. Lomnici Zoltán szerint közös véleményen vannak a felek a családvédelem, a migráció és a gender kérdések ügyében is. A központi téma most a háború és annak a mielőbbi lezárása. Csütörtökön kezdődött és szombaton zárul az amerikai jobboldal legnagyobb konferenciája, a CPAC. A rendezvény Texasból 4 év után tért vissza Washingtonba, a fővárosba. Az eseményre politikusok, aktivisták, kutatók és fiatalok tömegei utaztak. Ezekben a napokban az amerikai konzervatív oldal vezető személyiségei tartanak beszédeket, fejtik ki véleményüket és vitáznak az Egyesült Államok politikai életének legfontosabb témáiról. God bless Texas, God bless our friendship, good luck and goodbye. Tavaly Orbán Viktor is beszédet mondott az Egyesült Államok legnagyobb konzervatív eseményén Dallasban, de idén is van magyar résztvevője a CPAC-nek.
Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője pénteken egy panelbeszélgetésen szólalt fel, emellett a szombati zárónapon is beszédet tart. Az esemény egyik központi témája az orosz-ukrán háború. Szántó Miklós a Híradónak azt mondta, az amerikai konzervatívok véleménye megegyezik a magyar kormány álláspontjával, amely szerint nem a fegyverszállításokat kell fokozni Ukrajnába, hanem a békére kellene törekedni. Nyilvánvalóan a ukrajnai háború kapcsán békére és biztonságra elsősorban azért van szükség, hogy az emberi életeket kíméljük, és végre nyugalom legyen abban a régióban. De másodszorban persze azért is fontos a béke és biztonság megteremtése, és a háború hátunk mögött hagyása, mert akkor a konzervatívok, a jobboldaliak tudnak azokra a konfliktusokra, azokra a problémákra koncentrálni, amelyek előttünk állnak, mint kihívások. Csak a nemzeti erőkkel összefogva lehet elérni a békét, erről beszélt az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Hozzátette, az Egyesült Államok demokrata vezetésének nem célja, hogy béke legyen, ellentétben a konzervatív oldallal. A békét egyébként csak így lehet elérni, a nemzetek együttműködésével, és a jobboldali erők, a nemzeti erők együttműködésével, Európában és az Egyesült Államokban is. Hogyha konzervatív kormány lenne az Egyesült Államokban, hogyha Trump tovább kormányoz, biztos, hogy nem lenne ilyen konfliktus Európában. Ez 100%. A mostani CPEC kiemelt témái közé tartozik a családvédelem, az illegális bevándorlás és a gender kérdések is. Erről már a századvég jogi szakértője beszélt az M1-en. Ifja Blomnici Zoltán hozzátette, a legtöbb fontos kérdésben az amerikai jobboldal véleménye megegyezik a magyar kormány álláspontjával. Például ennek a közös meccéspontnak a területén helyezkedik el a családvédelem, a gyermekvédelem, az érintett csoportok szempontjából a megfelelő adózási környezet, a patrióta gazdaságpolitika, és még sorolhatnánk több olyan szempontot. A CPEC záró beszédét a korábbi konzervatív amerikai elnök Donald Trump tartja. Még soha nem volt itthon olyan alacsony a regisztrált álláskeresők száma az év első két hónapjában, mint most. Februárban 245 ezeren kerestek munkát, ami a valaha volt legkedvezőbb második havi adat, és 7000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az M1-en nyilatkozó szakértő szerint erős a magyar gazdaság belső növekedési motorja, a kormány és a jegybank pedig jól reagáltak kihívásokra. Számos vállalat hajtott végre jelentős fejlesztést tavaly Magyarországon. A KSH adatai szerint 2022-ben csúcsot döntöttek a beruházások, amelyek idén is folytatódnak. Kedden adták át Magyarország legnagyobb kapacitású sütőipari gyárát 60-ban. A korszerű gépek egy óra alatt akár 24 ezer termék készítésére is alkalmasak. A 20 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően 260 új munkahely jött létre a városban. Többek között a beruházásoknak köszönhetően hazánkban rekordszintű a foglalkoztatottság, 4,7 millióan dolgoznak jelenleg. Nagy beruházások vannak kilátásban, munkaerőt igényelnek. A legújabb statisztikák a körülményekhez képest különösen bíztatóak, erről beszélt a Kossuth Rádióban a Munkás Tanácsok Országos Szövetségének elnöke. Különböző foglalkoztatási kategóriák, korosztályos kategóriák vannak, a legszélesebb körű a 15 és 74 év közötti korosztály, akik aktivitását ugye mérik, és a munkahelyeken elfoglalt pozícióit. Az ő esetükben egy növekedés történt, mintegy 46 ezer fővel növekedett az elmúlt év novembere és januárja között a korosztályban foglalkoztattaknak a száma. Ez egy nagyon örvendetes dolog. Az elmúlt években számos komoly kihívással kellett szembenéznie a magyar gazdaságnak. Szakértők szerint azonban sikeresek a kormány válságkezelési intézkedései. A magyar gazdaságnak a belső növekedési motorja az erős, a belső növekedési motorja jól működik. A járvány és a háború is próbára tette az elmúlt időszakban a gazdaságot Európában, köztük Magyarországon is. A háború a szomszédunkban dúl, éppen ezért mi magyarok jobban megérezzük a konfliktus hatásait. Erről beszélt Sebessyén Géza az M1-en. A Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője kiemelte, a kormány és a jegybank jól reagált a kihívásokra. Ezt a jelenlegi gazdasági növekedési és foglalkoztatási mutatóink is bizonyítják.
jelenkor kihívásaira válaszol a kormány, a jelenkor kihívásaira válaszol a jegybank, és egyébként a piac ezeket a lépéseket már visszaigazolja, hiszen gondoljuk bele, hogy mennyit erősödött a forint akár évelei óta, de igazából, hogyha kicsit messzebbre tekintünk, akkor tavaly október óta van olyan deviza, amihez képest 50%-ot erősödött a forint, és számos más fizetőeszközhöz képest, a régiós pénzekhez képest 15-20%-ot erősödött a magyar fizetőeszköz, ami azt jelenti, hogy az importált infláció már kevesebb lesz, és ez egyben egy jelzés is arra, hogy a piac az elfogadja a magyar lépéseket. Sebestyén Géza az idei évre vonatkozóan hozzátette, bizakodóak lehetünk, hogy az idei magyar célkitűzések is teljesülni fognak. A legfontosabb feladat most az infláció visszaszorítása. Meghirdettük a gyármentő programot, és az ehhez kapcsolódó gyármentő garancia és hitelprogramot. Ebben az évben összesen 230 milliárd forintot fordítunk a nagyvállalatok energiahatékonysági programjainak támogatására. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben beszélt arról, hogy az infláció letörése és a családok védelme érdekében eddig 20 intézkedést hoztak. Meghirdettünk egy újraiparosítási hitelprogramot, melyet Baross Gáborról neveztünk el. Ez 700-700 milliárd forintos keretösszeggel indítunk el egy kedvezményes fix kamatozású hitelprogramot a magyar vállalkozások export növelő beruházásainak finanszírozására. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány kiterjesztette a kamatstoppot a kis- és középvállalatokra, illetve azok hiteleire. Ez összesen 2000 milliárd forintnyi hitelt érint, és mintegy 60 ezer vállalkozásnak segít. Az intézkedéseknek köszönhetően a nehézségek ellenére a várakozások szerint idén 1,5%-kal nőhet a magyar gazdaság. A tervek szerint az infláció pedig évvégére egy szemjegyűre csökkenhet. Már csak 4 magyar űrhajós jelölt van versenyben, egyikük 2024 végén vagy 2025 elején 30 napos kutatási misszión vehet részt a nemzetközi űrállomáson, ahol magyar űreszközöket fog tesztelni és kísérleteket végez magyar kutatócsoportok számára. Ezt Széhártó Péter jelentette be. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a következő évben az érintettek további képzéseken és teszteken fognak átesni. A magyar űrstratégia keretében egy újabb nemzeti kutató-űrhajós programot indítunk, amelynek nyomán egy magyar kutató-űrhajós mintegy egy hónapon keresztül a nemzetközi űrállomáson kísérleteket, teszteket, tudományos vizsgálatokat hajthat majd végre, valamikor 2024 végén, 2025 elején. Kutyákat és drónokat is bevetettek a rendőrök Balatonszentgyörgynél, hogy elfogjanak egy embercsempészt és az általa szállított bangladesi migránsokat. A litván sofőr ugyanis nem állt meg a rendőrök jelzésére. Nagy sebességgel menekülni kezdett, majd átszakított egy drótkerítést és elakadt. Ezután gyalog próbáltak menekülni, de elfogták őket. Közben a balkáni útvonalon folyamatosan érkezik az utánpótlás. A rendőrök felszólították, hogy álljon meg, de nagy sebességgel továbbhajtott egy 32 migráns szállító busz Balatonkeresztúrnál. A száguldozó embercsempész végül Balatonszentgyörgy külterületén lehajtott az útról, átszakított egy drótkerítést, ráhajtott egy szántóföldre, amin a jármű megsüllyedt és elakadt. A busz sofőrje és utasai gyalog próbáltak elmenekülni. A rendőrség azonban drónokkal követte a mozgásukat, így rövid időn belül elfogták őket. A rendőrök a migránsokat átadták a román hatóságnak, a litván embercsempészt pedig őrizetbe vették. Közben Szerbiában továbbra is tömegével gyülekeznek a migránsok, a héten gépfegyveres rendőrök vezették el őket Horgoson. Az illegális bevándorlók egy üresen álló birtokot foglaltak el, és a környező erdős területeken is tanyáznak. A szerb rendőrség az akció alatt drónokat is bevetett, így több mint 100 illegális bevándorlót szállítottak el Horgosról és környékéről. Obrenovácon is gyakran riasztják a rendőröket, mert a migránsok itt is egyre több konfliktust okoznak. Nagy létszámban érkeznek, és gyorsan akarnak az Európai Unióba jutni, ezért gyakoriak az összetűzések. Különböző nemzetiségek vannak itt, arabok, afgánok, szírek és még sokan mások. Előfordul, hogy problémáink akadnak egymással. Gyakran alakulnak ki nézeteltérések közöttünk, amik azután kisebb harcokká fajulnak, mondta ez az afgán migráns.
Az illegális bevándorlókat mindenütt szervezetten segítik. Az embercsempészet már a bűnözők egyik legjobban fizető tevékenységévé vált. Becslések szerint évente 4,5-6 milliárd euró a bevétele az illegális bevándorlókból élő maffiáknak. Egy indiai migráns az MNC stábjának azt mondta, fél éve nem tudja elhagyni Szerbiát. Állítása szerint azért, mert nincs elegendő pénze, hogy embercsempészeknek fizessen. Tudom, hogy miként jutnak tovább innen az emberek, de nem árulhatom el a részleteket, mert bajba kerülök. Legyen elég annyi, hogy a maffia komoly szerepet játszik a dologban. Az embercsempészeknek jelentős összegeket fizetnek a migránsok, azután pedig tovább mennek. Mindannyian illegálisan jöttek ide, és úgy is akarnak tovább menni, mondta ez a migráns. Az illegális bevándorlók több ezer eurót fizetnek egy bűnszervezetnek azért, hogy véghez vigyék terveiket, a siker azonban így sem garantált. Egy ügynököm van, aki segít nekem, ő úgy szintén afgán, mint én. Pénzt kért tőlem a segítségért, vallotta be ez az illegális bevándorló. A migránsokat szállító embercsempészek egy részét a magyar rendőrség tartóztatja fel, jelenleg több mint 2600-an ülnek hazai börtönökben. A büntetőjog mellett a nevelési oktatási intézményeket és a média területét is érinteni fogja a gyermekvédelmi törvény ősszel várható szigorítása. Erről beszélt Kövér László a Hír TV-nek. Az országgyűlés elnöke azt mondta, a törvény teljes átgondolására van szükség, és nem az utólagos szankciókra, hanem a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. Az elmúlt napokban több megdöbbentő pedofil ügy is napvilágra került, amelyek megrázták az országot. Egyre inkább közeledett felém ezzel a felsőtestével, a Mesztelen felsőtestével. Néhány hete a közösségi médiában büszkekedett azzal egy 40 éves fővárosi pedagógiai asszisztens, hogy 15 éves fiú a szeretője. Bite Zsolt részletekbe menően beszámolt szexuális életéről. Akkor azt hiszem úgy éreztem, hogy rá akarok mászni. A férfi ellen már a rendőrség is nyomoz, az óbudai iskolából elbocsátották, és az ombudsman is vizsgálatot indított. Először csak egyetlen csók volt, aztán még egy... Több hasonló gyermekek ellen elkövetett megrázó esetre is fény derült a közelmúltban. A Pesti Srácok írt arról, hogy egy fővárosi sportiskolában több fiatal fiút is megronthatott egy karateedző. A férfi hatalmi helyzetével visszaélve, több mint 10 évig masszázsnak álcázva szexuálisan bántalmazta a kamasz fiúkat. A legsúlyosabb büntetés neki. Nincs kegyelem. Közben letartóztatták a pedofíliával vádolt korábbi LMP-s politikust is. A 67 éves Kovács Gábort azzal gyanúsítják, hogy egy hete elcsalt otthonról egy 13 éves fiút, akivel szemben egy autóban szexuális visszaélést követett el. A kisfiú otthon elmondta, hogy mit tett vele a férfi, a szülők pedig azonnal értesítették a rendőrséget. Nagyon jó jelöltet találtunk Kovács Gábor személyében. Kovács Gábor mellett személyesen Hatházi Ákos kampányolt még 2017 őszén Somogyban, de végül mégsem ő lett az LMP helyi jelöltje a 2018-as országgyűlési választásokon, hogy miért, azt homály fedi. Nemrég egy másik felkavaró eset is napvilágot látott. Az Origó számolt be arról, hogy egy békési általános iskola tanára szexuálisan bántalmazott egy 13 éves kislányt. A lap szerint a gyermeket már 10 éves kora óta molesztálta a saját apja is, sőt, ő volt az, aki a kislányát felajánlotta a tanárnak. A gyermekvédelmi rendszernek a teljes átgondolását kell elvégeznünk. A gyermekvédelmi törvény várható szigorítása a büntetői jog mellett érinti a nevelési, oktatási intézményeket és a médiát is. A hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni, mondta Kövér László a Hír TV-ben. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a gyermekek védelméről egyedül a magyarok dönthetnek, abba sem Brüsszel, sem más államok nem szólhatnak bele még akkor sem, ha jelenleg is támadják a gyermekvédelmi törvényt. A családokat érintő olyan szuverenitási kérdés, amivel egyszerűen nincs hova hátrálnunk. Tehát teljesen mindegy egyébként, hogy egy svéd, vagy egy finn, vagy egy holland képviselőnek mi a véleménye arról, hogy szerintük hogyan kéne nevelnünk szexuális kérdésekre a magyar gyerekeket. Nekik ehhez nincsen közük. Ehhez a magyar családoknak, a magyar anyáknak és apáknak van közük. Kövér László kiemelte, a magyar kormánynak meg kell védenie a szülők jogait, ahogy a gyermekeket is óvni kell azoktól, akik rajtuk akarják kiélni a beteges hajlamaikat. A DK szerint ingyenes sportlétesítmény épül Óbudán. Bőszanett azt mondta, a Márton úton egy tömegsportra és utánpótlás nevelésre is alkalmas beruházás indul.
Mi a Demokratikus Koalíció politikai közösségével elkötelezettek vagyunk abban, hogy koncentráljunk azokra is, akik egészségmegőrzés céljából, vagy csak egyszerűen egy lelki egészségmegőrzés céljából szeretnék jól érezni magukat egy sportpályán. Az MSZP szerint ellenzéki összefogásra van szükség a 2024-es önkormányzati választásokon. Kunhalmi Ágnes azt mondta, el kell érni mindenhol az egy az egy elleni indulást. Az MSZP levéllel fordult a többi párt irányába, amelyben hangsúlyoztuk, hogy időben el kell kezdeni a felkészülést az önkormányzati választásokra. Együttműködésre vagyunk kényszerítve. A Momentum az akkumulátorgyár építése ellen tüntetett Debrecenben, a párt helyi népszavazást is kezdeményezett a beruházásról. Kele János elnökségi tag úgy vélte, az akkumulátorgyár nem szolgálja az ott élők érdekét, ehelyett szerinte valódi környezetvédelemre kéne költeni. A helyzet rendkívül világos, egyértelmű és tiszta. Nincs alku, nincs megalkuvás. Nem lehet akugyár Debrecenben. Az LMP azt kéri a kormánytól, hogy az országos és vármegye bérletek legyenek érvényesek a városi tömegközlekedésre is. A párt szerint ráadásul ezek ára még mindig túl magas. A most bevezetett országos és vármegye bérletek árát csökkentse, valamint vegye bele a városi tömegközlekedést is ezeknek az érvényességébe. A Párbeszéd válaszokat vár a rendőrségtől a 3 hete Budapesten történt erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatban. Jámbor András azt mondta, a Szikra mozgalom egyik tagját is meggyanúsították, ezért arra kérik a nyomozóhatóságot, hogy hozzák nyilvánosságra a bizonyítékokat. Egy 8 általánost végzett varonőről beszélünk, aki nem beszél idegen nyelveket, és így gyanúsítják egy Facebook like és 2 ruhaegyezés alapján azzal, hogy nemzetközi erőszakos csoportokkal tartott fenn kapcsolatot. Mi ezt nem érezzük erős gyanúnak. A Mi Hazánk országos óriás plakát kampányt indít. Novák Előd azt mondta, a plakátokon arra hívják fel a figyelmet, hogy egy felmérés szerint 20%-os támogatottsággal pártjuk a legnépszerűbb a 18 és 29 év közötti korosztályban. Minden megyeszékhelyen és több településen is kikerül óriás plakátunk, vagy ilyen nagyobb úgynevezett mega plakátunk is, illetve a belvárosi részeken City Light plakátjaink lesznek márciusban 5 plakátcég felületein. Iskola választó programot tartottak óvodáskorú gyermekek és szüleik számára a felvidéki Ipolyságon. A Rákóczi Szövetség célja, hogy idén is válasszák Szlovákia magyar lakta területein azokat az iskolákat, ahol magyarul tanulhatnak. Hogy haza fognak érkezni, aggódják. Csak magyar szót lehetett hallani a felvidéki Ipolyságon, azon az iskola választó rendezvényen, ahová szülőket és gyermekeiket várták különféle programokkal. Nekem nagyon tetszett a kézműveskedés, amit a osztályommal is egy-két párán csináltunk, meg még, hogy itt vannak a barátaim. A felvidéki magyarok többsége ápolja a magyar hagyományokat és igyekszik használni a magyar nyelvet, amikor csak tudja. Az életünk minden területén ezt próbálom erősíteni. Nagyon fontos számomra, hogy részt vegyünk magyar sporteseményeken. Ugye ott a közösségi élmény megélik azt, hogy magyarok, hogy mondjuk szurkolnak egy foci válogatottnak, magyar televíziót nézünk, magyar színházba járunk. Lényegében minden szabadidőt, hogyha nem felvidéken töltjük, akkor Magyarországra, Budapestre utazunk. Évről évre egyre több szülő keresi azokat az intézményeket, ahol a gyermekük magyar nyelven tanulhat. Az iskolák többsége pedig abban is segít, hogy a gyerekek reggelenként eljussanak az intézménybe és onnan haza. Például az iskolabuszokkal, amely ebben az évben elindult, és jövőre szintén fogjuk üzemeltetni, hogy a kis elsősöket háztól házig fogjuk szállítani majd az iskolába. A Rákóczi Szövetség célja, hogy hangsúlyozza a szülők számára a magyar iskola választásának előnyeit, amellyel egyfajta jövőképet is ad nekik. Azok a diákok, akiket magyar iskolába iratnak be a szüleik, belőlük lesz később a magyar közösség utánpótlása, hiszen ők, hogyha felnőnek, ők lesznek a helyi politikusok, újságírók, vállalkozók, orvosok, tanárok. A szövetség stratégiai igazgatója kiemelte. A magyar iskolában szlovákul is tanulnak, és mindkét nemzet kultúráját megismerik a gyerekek. Ez pedig előnyt jelent nekik az életben. A szülőknek áprilisban kell dönteniük arról, hogy melyik általános iskolákba iratják gyermeküket Szlovákiában. 2 év szünet után ismét megtartják a Hungarofestet Melbourneben.
Tavaly és tavaly előtt a járvány miatt maradt el a 60-70 ezer fősre becsült ausztráliai magyarság meghatározó rendezvénye. A helyszíne a legnagyobb Magyarországon kívüli kulturális központ a világon, ahová ilyenkor több ezren érkeznek, és fellép többek között a Tabán Tánc Együttes és a Székely Zenekar is. Itt most ezen a fesztiválon Melbourneben először vagyok, amióta nagykövetként elfoglaltam az állomás helyemet, és meg kell mondjam, hogy nagyon meglepett, hogy ilyen sokan itt vannak, és kis gyerekek, fiatalok, idősebbek, nagyon családias hangulatban együtt vannak, és ez azt jelenti, hogy igenis feladataink vannak, hiszen igény van arra, hogy a magyar közösség megélje, a magyarságát megélje, a magyar kultúrát, a zenét, a táncot. Magyarországon az egyik legmagasabb az elhízottak aránya a felnőttek között Európában. A magyarok csaknem 60%-a küzd túlsúllyal. A WHO szerint az elhízás járványszerű terjedése világszerte az egyik legsúlyosabb, gyerekeket és felnőtteket egyaránt veszélyeztető egészségügyi probléma, amelynek mértéke tovább fog nőni. Rendszeres sportolással, egészséges étrenddel lehet tenni ellene. Ma van az elhízás elleni világnap. Rengetegen mozogtak a kültéri sporteszközök segítségével a szombati napsütésben Zalaegerszegen. Aki csak tehette, kihasználta a jó időt, miközben tettek azért is, hogy megőrizzék egészségüket. Ezt azonban számos más módszerrel is el lehet érni. Van olyan család, amely hétköznap is sokszor tudatosan gyalog megy a legtöbb helyre. Amit csak lehet a városban, városon kívül gyalog teszünk meg, tehát bevásárolni is csak akkor megyünk autóval, ha nagyobb csomaggal kell hazatérni. Egyébként nagyon szeretünk túrázni, kirándulni, a város környéki dombokat, hegyeket bejárni, és hát a napi 5-10 kilométer között és a havi 150-200 között, ha egészségesek vagyunk, akkor megtesszük. A sportolás, a rendszeres testmozgás az egyik legjobb módja az elhízás elleni küzdelemnek, de nem ez az egyetlen. Legalább ugyanilyen fontos a helyes étkezés, és talán sokan nem tudják, a rendszeres és elegendő alvás is. Nagyon fontos, hogy sok minden befolyásolja azt, hogy mennyi kalóriát visz be az ember, ugye a legfontosabb az étkezés, viszont nagyon fontos, hogyha tényleg sikeresen akarunk fogyni, akkor az alvásra is nagyon fontos odafigyelni, minőségében és mennyiségében is javítani rajta, hogyha probléma van, mert hogyha nem jól alszik, nem megfelelő mennyiséget és jó minőségben alszik valaki, akkor másnap például éhesebb, és ez ugye nehezíti a diéta betartását. A magyarok csak nem negyede küzd testsúly problémákkal. A 18-39 éves korosztály 27%-a túlsúlyos, és 15%-a számít elhízottnak. Ezek az arányok az életkor növekedésével arányosan nőnek. Nagyjából kétszer ennyi az elhízott a 40-59-es korosztályban, a 60 év felettieknek pedig a 44%-a túlsúlyos. Az elhízás betegségnek számít a Magyar Elhízás Tudományi Társaság szerint. Már kisgyermekkorban érdemes elkezdeni az egészséges életre nevelést, mivel a megelőzés és könnyebb, mint a kezelés. Hangsúlyoznunk kell azt, hogy ha már felszaporodtak a többletkilók, akkor nehezen tudunk változtatni ezen, hiszen a testsúly szabályozás ellen kell küzdenünk, ami már nehéz. Tehát a prevenciónak, a megelőzésnek van jelentősége, és ezen egyéni szinten az életmód megfelelő irányú módosításával tudunk segíteni. Az elhízás amellett, hogy önértékelési zavart okoz, rengeteg súlyos szövődménnyel járhat, például magas vérnyomás, cukorbetegség vagy daganatos betegségek kialakulásához vezethet. Nem csillapodnak az indulatok Görögországban a hét elejé súlyos vasúti szerencsétlenség után. A tragédiában 57-en haltak meg. A tüntetők az ország vezetését hibáztatják, amiért hosszú időn át elhanyagolta a vasúthálózatot. Közben a hatóságok nyilvánosságra hoztak egy hangfelvételt, amelyen az hallatszik, hogy az állomás főnök egy mozdonyvezetőt utasít arra, hogy hagyja figyelmen kívül a tilos jelzést. Még szombaton is tartott a kutatás az eltűntek után a görögországi vonatbaleset helyszínén. Keddészaka ütközött össze frontálisan egy személy és egy tehervonat az ország középső részén Larissa közelében. A szerencsétlenségben 57-en meghaltak, többségében egyetemisták, de sokakat továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Két hét nagyon nehéz törökországi bevetés után most ugyanazt csináljuk, mint a földrengés helyszínén. Nagyon nehéz ez így mindannyiunknak, mondta a mentőcsapat vezetője.
Vannak, akik még most sem tudják, hogy mi történt a hozzátartozójukkal. Aggódó családtagok gyűltek össze a Larissai kórháznál, hogy információhoz jussanak. Sem a sérültek, sem az eltűntek listáján nincs, semmit sem tudunk róla. A gyermekem a 22-es széken ült, abban a kocsiban, amelyikben sokan megmenekültek. Kérem, aki látta őt, értesítsen, kérte egy aggódó édesanya. A tragédia óta minden nap voltak demonstrációk Athénban és más görög városokban. Sokan az ország vezetését hibáztatják, amiért hosszú éveken át elhanyagolta a vasúthálózatot. Görög lapok szerint az adott vonalon már legalább egy évtizede semmilyen biztosító berendezés nem működik, mert a rendszert állítólag felújítják, így mindent kézzel kell irányítani. A vasúti szakszervezetek hangsúlyozták, 2000 vasúti dolgozó munkáját mindössze 750-en végzik el. A görög hatóságok azonban kitartanak amellett, hogy emberi mulasztás miatt történt a tragédia. Ennek alátámasztására nyilvánosságra hoztak egy hangfelvételt, amely a szolgálatot teljesítő állomás főnök felelősségét bizonyíthatja. A felvételen hallatszik, amint az állomás főnök utasítást ad egy mozdonyvezetőnek, hogy hagyja figyelmen kívül a piros jelzést. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. A görögök többsége szerint azonban rendszer szintű problémákról van szó, ezért folytatódnak a tiltakozó akciók. A fővárosban ismét több ezren vonultak utcára egyetemisták felhívására. Ezt a bűntényt, a társaink és mások halálát soha nem feledjük, és nem állunk le addig, amíg a felelősöket el nem számoltatják, mondta egy demonstráló. A tüntetők este a görög parlament elé vonultak, ahol csendes virrasztást tartottak. Fekete léggömbökkel és gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. A megmozdulás békésen zajlott mindaddig, amíg egy kisebb csoport össze nem csapott a rendőrökkel. A hatóságok könnygázgránátokat is bevetettek a randalírozók megfékezésére. Elszabadultak az indulatok Thesszalonikiben is, ahol sok ezres tömeg vonult az állami vasúttársaság épülete elé. A demonstrálók szemetes konténerekből kialakított barikádjuk fedezékéből kövekkel és üvegekkel dobálták a rohamrendőröket, akik erre könnygázzal válaszoltak. A görög kormány korábban nemzeti tragédiának minősítette a katasztrófát, és háromnapos nemzeti gyászt hirdetett, majd bocsánatot kért a vasúthálózat hibái miatt, amelyek a balesethez vezethettek. Már több mint $1 milliárd kárt okoztak a hóviharok Kalifornia államban. Helyenként már egy hete várnak a mentésre, mivel a hegyvidéki utakat hótorlaszok zárták el. Van, ahol az élelmiszerhiány miatt fejadagokban osztják az ételt. A téli viharok az Egyesült Államok keleti és nyugati partját is érintik. Az előrejelzések szerint enyhülés a jövő hét elejétől várható. Derékigérő hóban gázolnak a kaliforniai Truckee község lakói. A közösségi médiában megosztott felvételen látható, hogy az embereknek még a házuk verandájáról is küzdelmes lejutni, a kertekben pedig 3 méter magas hófalak között próbálnak utat válni. Az elmúlt hetek szokatlan hóviharokat hoztak a száraz, meleg éghajlatáról ismert Kaliforniába. A napfényesként is emlegetett állam területének nagy részén szerde óta szükségállapot van érvényben, mivel a hegyvidékekben helyenként több mint 2 méter hó esett egyetlen nap alatt. A San Bernardino hegységben található Crestline településén a hó súlya alatt összeomlott egy szupermarket tető szerkezete. Az ott élő 10 000 embernek ez volt az egyetlen élelmiszer forrása. A kialakult hótorlaszok miatt járhatatlanná váltak a községbe vezető hegyi utak. Drónfelvételeken látható, hogy az ott rekedtek ételosztásba kezdtek. Amíg a többség hosszú sorokban áll a megsérült bevásárlóközpont előtt, mások a hóban rajzolt Help Us, azaz segítsetek rajtunk felirattal próbálják felhívni a hatóságok figyelmét. Tartsatok ki, emberek, jövünk már és hamarosan kiszabadítunk benneteket. Jól haladunk a munkával, folyamatosan tisztítjuk az utakat, és a segítség mindjárt az ajtóitokhoz ér, nyilatkozta pénteken a megyei sheriff. A hótorlaszok eltakarítása időigényes munka, és semmi nem garantálja, hogy egy újabb hóesés miatt nem kell megismételni. Éppen ezért a kaliforniai nemzeti gárda egységei csütörtök óta légimentéseket is folytatnak a nehezen elérhető helyeken. Nem is tudom, hogyan fejezzem ki a hálámat, amiért kimentettek minket. Végre megkönnyebbülhetünk. A gyerekeknek nem esett bántódása, mondta egy nő, aki csak nem egy hétig volt a gyermekeivel a hófogságában. Felmérések szerint csak Kalifornia államban több mint $1 milliárd a kár, de a hóviharok számos más államban is nagy pusztítást okoztak. Texasban sem gyakran látni jégverést, a héten mégis folyamként hömpölygött a jégeső Sherman város utcáin. Pénteken fák dőltek ki és parkolóautókat zúzott össze a vihar. 150 000 háztartásban pedig nem volt áram, miután az erős széllökésekben megsérült az állam elektromos hálózata.
Az Egyesült Államok északi területeit sem kíméli a viharos téli idő. Pénteken Michigan államban is otthonok százezreiben szünetelt az áramszolgáltatás. A katasztrófa elhárítók a szüntelen hófúvás közepette kénytelenek cserélni a megszakadt villanyvezetékeket. Az előrejelzések szerint a jövő hét elején mérséklődnek a hóviharok, amelyek a hét közepén még az államok szinte teljes területét érintették. Los Angelesben már kisütött a nap, de a híres Hollywood felirat mögött húzódó hegyeket még hóborítja. A héten már a második trópusi ciklon sújtott le a csendes óceánú Vanuatura, miközben egy 7,5-es erőségű földrengés is megrázta a szigetországot. Malajziában pedig már legalább 4 ember életét követelték az árvizek. 10 000 kényszerültek elhagyni otthonukat. Az országban 2014 óta nem tapasztaltak ilyen mértékű áradást. Óriás széllökések tépázták meg a pálmafákat Port Vilában, Vanuatu fővárosában. Az óceániai szigetországot a héten már a második trópusi vihar érte el. A Kevin névre keresztelt ciklon felkorbácsolta a partmenti hullámokat, és több mint 200 km/h széllökésekkel csapott le a fővárosra. Ráadásul az orkánnal egy időben pénteken még egy 6,5-es erősségű földrengés is megrázta az országot. A pusztulás mértéke igazán csak szombatra, a ciklon elvonulása után vált láthatóvá. A károk felmérése is ekkor kezdődhetett meg. A vihar villanypózlákat borított fel, fákat döntött ki és házakat rongált meg. A vanuatui kormányfő szükségállapotot hirdetett. Malajziában sem jobb a helyzet, ahol a napokig tartó heves esőzés elárasztotta a földeket. A Maláj-félsziget csúcsán található Johor államban a legsúlyosabb a helyzet. Itt több mint 40 000 embernek kellett elhagynia az otthonát, miután a víz szó szerint kimosta onnan őket. Nincs miért panaszkodni, mind egy csónakban nevezünk. Majd Isten dönt a sorsunkról, mondta egy nő. Az emberek a zuhogó esőben, térdig érő vízben próbálják menteni az értéktárgyaikat. A több mint 200 árvízi menedékhely egyikébe igyekeznek. A helyiek szerint az évnek ebben a szakaszában szokatlan az ilyen mértékű eső. Emlékszem, az elmúlt 50 évben mindig novemberben és decemberben vártuk az esős évszakot. Minden házhoz tartozott egy csónak, de most, hogy ilyen kiszámíthatatlanná vált az időjárás, úgy tűnik, már egyáltalán nem vagyunk felkészültek, és teljes a káosz, mondta egy férfi. Malajziában 2014 óta nem tapasztaltak ilyen súlyos árvizet. Akkor 118 000 ember otthonát öntötte el az ár. Az ország meteorológiai ügynöksége szerint az áradásokat az egyre hosszabbodó monszun időszak okozza, amely akár áprilisig is eltarthat. Trükkös módszerrel fogtak el kábítószercsempészeket Ausztráliában. A rendőrség először csak egy óriási drogszállítmányt talált az óceánban, de a céljuk az volt, hogy a címzett bandát is elfogják. Ezért nem jelentették be, hogy megtalálták a csomagot, hanem inkább az eredetihez hasonlító csalit dobtak a vízbe, amit aztán figyeltek. Ennek meg is lett az eredménye, 12 embert vettek őrizetbe. Több mint 1 tonnányi kokaint helyeznek át ezek az ausztrál rendőrök a saját hajójukra. A szállítmányt 3 drogcsempész csónakján találták meg, akiket ekkora már letartóztattak. Ezeket a felvételeket december 30-án rögzítették, de csak most hozta nyilvánosságra a rendőrség. A csempészek nem tudhatták, hogy a hajójukon lévő kokain hamis, és a nyomozók dobták az óceánba csaliként. A művelet egy 3 napig tartó nyomozás része volt. A rendőrség szombaton bejelentette, hogy 11 ausztrál és egy amerikai állampolgár ellen emeltek vádat kábítószercsempészésért. A vádirat szerint csaknem 2,5 tonna kokaint próbáltak Mexikóból Ausztráliába juttatni a csendes óceánon keresztül. A terv az volt, hogy a kábítószert vízhatlan zsákokba teszik, és az áramlatokra bízzák, hogy azok vigyék el az ausztrál partokig, ahol bűntársaik kifogják. A rakomány utcai értéke körülbelül 1 milliárd ausztrál dollárnak, azaz átszámítva 236 milliárd forintnak felelt meg. Ez a 25 milliós Ausztrália teljes éves kokainfogyasztását fedezte volna. Tavaly novemberben kaptuk meg az információt a kábítószer ellenőrzési hatóság Sydney irodájából, miszerint körülbelül 2,4 tonna kokain fog átjutni Ausztráliába, hogy terítsék az országunkban. Az Egyesült Államok parti őrsége segítségével a felszínre hoztuk a csomagokat Ecuador partjainál, mondta a nyugat-ausztráliai rendőrség szóvivője.
A rendőrség akkor nem hozta nyilvánosságra a rekordméretű drogfogás hírét, ehelyett több mint egy tonna hamis kábítószert tettek ugyanolyan csomagoló anyagba, mint amilyenben az igazi kábítószert is megtalálták. Ezt 40 kilométerre az ausztrál partoktól a tengerbe dobták, majd drónokkal megfigyelték. A csoport arra várt, hogy az áramlatok Ausztrália északi partjaira sodorják a szállítmányt. Mivel a kábítószer december 28-áig nem érkezett meg, három bűnöző csónakra szállt, hogy megkeressék. Két nappal később akadtak a kokain nyomára. Miután a felszínre emelték, a hatóságok körbekerítették a motorcsónakjukat és letartóztatták őket. A mobil adataik alapján mindhármukat sikerült egy Percy házas párhoz kötni, akiket szintén őrizetbe vettek. Autójukban több mint 470 millió forintnyi készpénzt foglaltak le. A kihallgatások után a hatóságok eljutottak a másik hét gyanúsítotthoz, akik kábítószer ausztráliai terjesztéséért feleltek. Ők már őrizetbe várnak a tárgyalásukra. Ugyanakkor a nyomozók továbbra is úgy vélik, még rengetegen lehetnek olyanok, akik a csoporttal együttműködve részt vehettek az árusításban, és még szabad lábon vannak. Ha a 12 gyanúsítottat bűnösnek találják, akár 25 év börtönt kaphatnak. A híradó után a Nemzeti Sporthíradóval folytatja Csanádi Kristóf, további híreket pedig weboldalunkon a hiradó.hu címen találhatnak.